Az elmúlt évekhez hasonlóan idén áprilisban is elkezdődik az egységes kérelmek benyújtásának időszaka. 2023-ban több mint 50 támogatásra pályázhatnak, emellett adatszolgáltatási kötelezettségei is lesznek a gazdálkodóknak. A Magyar Államkincstár várhatóan április 20-án nyitja meg a honlapját, ahol az egységes kérelmet le tudja beadni a gazdálkodók, és június 9-ig lesz. Sok változás történt az elmúlt időszakban, a tavalyi évhez képest is. Az idejében nem lesz a szankcionálásra lehetőség a gazdálkodóknak, hanem ezen időszak alatt tudják beadni a kérelmüket, és ezen időszak alatt lehet korrekciót végrehajtani. Fontos, hogy ettől az évtől már csak elektronikus úton tudják a gazdálkodók a kérelmeket benyújtani, és azt követően kapcsolatot tartani. Azonban a szaktanácsadók ezúttal is mindenben a segítségükre lesznek. A gazdálkodók adott esetben az időszakon belül nem tudják benyújtani az egységes kérelmüket, akkor a továbbiakban már nem lesz lehetőségük. Tehát április 20-a és június 9-e között tudják megtenni ezt, és biztatom őket, keresik a falugazdászainkat a megyébe, mert náluk minden információ rendelkezésre áll, és tudják segíteni azt, hogy jó minőségben megfelelő adatokkal nyújtsa az egységes kérelmüket. Az igazgató hozzátette, hogy újdonság a rendszerben az úgynevezett agroökológiai program, amely önkéntesen választható zöld kötelezettségek fejében többlet támogatást adhat a gazdáknak. A kérelmek beadásával kapcsolatban Tolnavár megyében, Szekszárdon, Pakson, Dunaföldváron, Tamásiban, Dombóváron és Bonyhádon tudnak segítséget nyújtani a falugazdászok személyesen vagy akár telefonon.